Mit akarsz itt, Andy? Andy! Hogy képzeled, ha csak így berontasz az órára? Ezzel nem hallod? Nyugodj meg! Hogy képzeled ezt? Megörültél? Mi ütött beléd, Andy? Nyugodj meg! Érted? Tudja, mi történt, de nem csinált semmit. Nem csinált semmit. Maga tehet róla, Cassidy. Meg az összes tanár ebben az átkozott iskolában. Tudták, hogy mi van, de nem csináltak semmit. Bízott magában. Mindent elmondott magának, de maga a kis ujját sem mozdította. Az igazat? Nem fél az igazságtól? Jobban örült volna az öngyilkosságnak? Mindig áldozat volt. Megölték. Áldozat mind halálig. Öngyilkosság. Az valami önálló választás. Valami bátorságféle. Nem reménykedtem. Nem imádkoztam. Tudtam. Tudtam, hogy nem lehetett öngyilkos. Mert az öngyilkosság bomba a konyhaasztal alatt. Minden családtag kaphat szilánk. És ezt ő nem akarta. Szeretett engem. Van fia? Van, 18. 18 éves, nem 18 darab. Akkor tudja. A gyerek megszületik. Aztán focizik az iskolai foci csapatban. Kiviszi a meccsekre. Meghívja egy sörre. De Andyt nem. Bármit akartam, ő csak ellenkezett. De semmi baj, mert megszületett Tim. Gondoltam majd Timmel. De belőle meg lány lett. Ön vád. Azt mondták, gyilkosság. Megkönnyebbültem. A bűntudat később jön. Nem az jutott eszembe, hogy mi ment keresztül. Tudni tudtam, de akkor, amikor mondták, abban a pillanatban, amikor mondták, nem arra gondoltam, hogy szenvedett, hogy félt. Csak megkönnyebbültem. Önvád. Válságot akartam. Veszekedtünk Tim miatt, elváltunk Tim miatt. Gondoltam, ha átélek egy igazi nagy válságot, akkor megváltozom és visszajövök, és minden rendben lesz. Megint együtt. Hát most megvan a válság. Mindig van bűntudat. Sok szülővel beszéltem, akinek meghalt a gyereke. Mindnek bűntudata volt. Mind önmagát vádolta. Ha így csináltuk volna, úgy csináltuk volna, ha ráadtam volna Timre a kabátot, 2 perccel később megy el, vagy 2 másodperccel. Akkor nem lett volna ott azon a helyen, abban a percben. Nem találkozott volna a gyilkosával. Felolvashatok valamit? Ezt egy apa írta. A lányom fiatal, sebezhető volt. Sokszor felvillant előttem egy kép. A lányom holtan fekszik az árokban. Azt gondoltam, minden apa így van. Minden apa lát ilyen képeket, és megtörtént. Mintha akartam volna, hogy megtörténjen. Lelki szemeimmel láttam azt a képet. Akartam, hogy megtörténjen. Ugye érti?
Mit jelent ez? A bűntudat elmúlik. A bánat feloldja. A bánat jó barát. Segít gyászolni, emlékezni, sírni. Címed? Hugh Huntley Road, 145. Állj, egy szót akarsz ezzel a patkánnyal! Állj! Csak egy szót ezzel a kis patkánnyal! Te rohadt szemét állat! Zárja egyszer lába! Megfej! Nem az? Becsukj a lakoda mellé! Csak ketten lesztek! Én nem úgy gondoltam! Évekig hercentett Timet, most megtudod, mit kapsz érte a bátyától! Tényleg tőle! Teljes! Te rohadt szemétláda, úgyis szétverlek egyszer! Pofa be! Nagy a pofád, öcsi. Igen. Ugye patkány vagy? Igen. Kivetem agyamból egy súlyos terhet. És e kényelmetlenné vált jogart kezemből. A királyi büszkeség ellebben szívemből. Tulajdon könnyeim. Balzsamként hullatom. Tulajdon kezemmel leveszem koronám. Tulajdon nyelvemmel.